Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ez a címlap a Szabad Európa podcastja. Árvíz helyzetről fogunk beszélgetni, nem véletlenül, mert hogy nagyon sok kormánypárt és ellenzéki politikus pakolja a homokzsákokat, a miniszterelnök is, árvízinfókat is tart. Úgyhogy nagy kérdés politikai szempontból, hogy ki a, ki a nagyobb legény magától, ahogy így többen felvetették a kérdést. És még egy témánk lesz, mert a 444 értesülése szerint Magyar Péter lakás néhány héttel ezelőtt találkozott egymással Kovács Gergely, a kutyapárt társelnöke, és Vitézi Dávid Magyar Péterrel, és hát megállapodtak, vagy próbálnak megállapodni egy, ahogy itt fogalmazott a cikkben a 4-ben, egy Fidesz és DK mentes budapesti koalícióról. Hát nagy kérdés, hogy ez létrejöhet-e, úgyhogy lesz miről beszélgetnünk. Gáspár Kristóffal a Paradigma Intézet elemzőjével. Köszönöm, hogy itt vagy nálunk. Köszönöm, itt látok. Na, kezdjük már az um, helyzettel részletekbe ö, belemennénk. Ö, hogy látod, meg két narratívát lehet olvasni ezzel kapcsolatban, vagy kétféle vélemény. Az egyik az az, hogy hát itt az árvízi bohócok, ahogy itt fogalmaztak egyesek, a politikusok, akik csak szelfizni, mennek ki, és tényleg ott vannak egy tíz percig, megcsinálják a fotókat, aztán mennek tovább. Vagy ezeknek a politikusoknak, ellenzéki és kormánypárti politikusoknak az a dolga ilyenkor, hogy ott legyenek, és segítsenek, és pakolják a homokzsákokat. Szóval ez a két végletes vélemény van talán. Hogy látod, melyik áll közelebb a valósághoz? Szerintem ez nyilván ahányan vagyunk ebben az országban, valószínűleg annyiféle uh, módon ítéljük meg a politikusokat, főleg úgy, hogy esetleg hova húz a szívünk, uh, ellenzéki vagy kormányoldali politikusok állnak hozzánk közelebb. De szerintem talán az egy, az egy ilyen közös pont lehet, hogy uh, hát mégiscsak uh, egy kis országban egy nem olyan nagyon régen volt a rendszerváltásunk, és ez az egész demokrácia és egész ö, ö, hát, ö, demokrácia viszonylag egy, egy, új jelenség nálunk, amikor én demokratikus keretek között választják meg a politikusokat, akik ugye hát közpénzből élnek, és ilyen helyzetben, amikor azt mondhatjuk, hogy ö, hát a természet jön és megpróbál elvenni tőlünk valamit ö, társadalomtól vagy emberektől, akkor még jó, hogy a közpénzből élő ö, szereplők próbálnak meg egy kicsit tenni ezért. És nyilván nem arról van szó, hogy ha kiküldenénk a Magyarország összes politikusát, akkor ők elegen lennének a hogy a zsákokat megtöltsék és a árvízi védekezést megcsinálják saját maguk, de az biztos, hogy azért egyfajta hát húzó erővel bír, hogyha ott vannak a politikusok is, abszolút mindabban, hogy a, helyeket tájékoztassák, akik érintettek az árvíz által, mint pedig azzal, hogy valóban azért van egy olyan típusú húzása a politikusoknak, hogy esetleg sokkal több embert is tudnak motiválni arra, hogy ők is kimenjenek, hiszen van egy nagy láthatóságuk, ezt a Magyar Péter Facebook oldalán, vagy Orbán Viktor Facebook oldalán abszolút jól látható. És hát nyilván vannak azok és akik, hogy mondjam, lakcipőben és élére ingben mennek ki, és fogják meg a kezükbe valószínűleg, ha nem is életükben először, de valószínűleg nem sokadik alkalommal egy, egy lapátot, meg egy zsákot. Hát ez, ez inkább megmosolyogtató. Ilyen politikusok is vannak, jó páran, a kormány oldalon és ellenzéki oldalon is szerintem, szóval ez, ez, teljesen mindegy a színe ebből a szempontból. De szerintem ez, ez jól látszik, tehát hogy azért látjuk, hogy melyik a... a... El tudja ezt a választó dönteni ilyen értelemben, hogy ki megy ki lakcipőben és élére vasalt nadrágban, meg ki az, aki sáros gumicsizmán van? Jobban, jobban, figyelünk szerintem most már erre. Tehát, hogy ha, van, volt pozitív hatásra szerintem Magyar Péter megjelenésének a közösségi médiára például, akkor az az, hogy hát el meg tudjuk különböztetni a gagyit a nem gagyitól. És hát most a gagyit úgy értem, hogy hát a lakcipős, a, a verzió? A lakcipus, lakcipus verzió? az egy agyi verzió, mert az pontosan jól tudja mindenki, aki már életében bármilyen fizikai munkát végzett, hogy nem ilyen szerelésben kell megjelenni egy gáton, és, és nem így kell pakolni. Míg azokat, akik meglátjuk, hogy, hogy tényleg dolgoznak, és nem csak azért, mert hogy sok képet töltenek fel erről dolgoznak, hanem az egész megjelenésükben ez már látszik. Szerintem ez sokkal hitelesebb is tudja tenni, függetlenül attól, hogy mi a valóság. Nyilván a mi valóságunk az csak annyi, mennyit érzékelünk ezekből a, a szokból, például. Nem nézzük akkor, hogy ki hogy csinálja ezt, mert valóban, ahogy fogalmaztál, hát van annak azért húzó ereje politikai szempontból, vagy politikai kommunikáció szempontból, és azért Orbán Viktortól megszukhattuk, hogy ő, hogy fogalmazom, szóval hogy lubickol azokban a helyzetekben, amikor ő a megmentő, az ország védelmezője. Hát emlékszünk 2013-ban is, ő volt az, aki ugye nem íróasztal mögöttül, hanem, hanem oda megy a helyszínre, és megoldja a problémát, akkor is, 2013-ban is, hát többen is felevenítették, fele, hogy járta az országot, ár, ugye beszélgetett, egyeztetett a szakemberekkel, ő mondta be, hogy mekkora a vízállás, laktanyában aludt, kolbászt tehát volt itt minden, ami belefér, és ugye most is minden reggel árvízinfót tart, ismerteti a helyzetet, megnyugtatja a közvéleményt. Szóval ez mennyire idézőjelbe klapol Orbán Viktorhoz ez a helyzet? Mindenféleképpen Orbán Viktor nagyon szereti ezeket a helyzeteket. Akár 2013-ra is gondoltunk az akkori járvízre, de akár azóta vélt vagy valós válságok esetén is azért ő nagyon, nagyon szerette ezeket. Hogyha csak a legutóbbira gondolom 2022-ben is katonai helikopterrel ment az ukrán-magyar határa, ott megnézni, hogy mi a helyzet éppen aktuálisan, meg hogy hogy jönnek a menekültek. Tehát Te ő, ő hiteles ebben, ebben a helyzetben? Az biztos, hogy szereti csinálni, az, hogy mennyire tűnik hitelesnek, az pedig nyilván a fogadó fogadóközönsége múlik. Tehát a saját szavazói azok nyilván nagyon hitelesnek fogják gondolni, míg az ellenoldali szavazók azok pedig, hát vagy közrehelyesnek gondolják, vagy azt gondolják, hogy ez egy vicc, amit csinálom. Tehát akkor a ez pár függ? Van egy, van pár preferenciás része, az egészen biztosan, de az biztos, hogy azért nagyon függ attól, hogy milyen mondani való ebből a szempontból. Ilyen árvízi helyzetben, és konkrétan most ebben a mostani árvízi helyzetben nem igazán az látszik, hogy Orbán Viktor nagyon nagy politikát tudna, vagy lehetne csinálni ebből az egész helyzetből. Nyilvánvalóan kell védekezni, és kell a szakemberekkel, illetve az önkéntesekkel egyeztetni megnézni a helyszínt, tehát egy klasszikus politikai cselekvési eszközöket fel tud mutatni Azért a műcsizma műcsizma most is rajta van. A most is rajta van, tehát hogy nyilván a, a, a öltözködésében azért megadja a módját természetesen egy ilyen helyzetnek, de, de ez már a korábbiakban is azért jellemző és, és nagyjából kizáfogható is volt. Szerintem ez jól áll neki abból a szempontból, hogy, hogy egy kicsit el tud, el tud menni ettől a, a nagyon valóságtól és a magyar emberektől elrugaszkodott világtól egy kicsit le tud szállni a földre, és egy kicsit úgy tud tenni, mintha ténylegesen ő, ő, ő ezt élvezni, és ez, ez, ez valószínű élvezés, és mellette hát nyilván az irányításban, is azért valamennyire amennyire egy miniszterelnök ki tudja venni a részét, annyira, annyira valószínűleg ki is veszi. Úgyhogy szerintem ez az abszolút jó lennek, és uh, itt igazából túl sok kritika, én ellenzéki oldalról is, uh, hát az ő szerepléséről nem igazán hallottam kritikát. Uh, magyar Péter is ugye megdicsérte és uh, helyesen azt, hogy nem ment el Salzburgba, lemondta a külföldi útjait. Hát volt, dicséretek, igen, majd erről is majd Pintér Sándor és beszélünk, mert valóban történtek olyan politikai üzenetek, amiket egyelőre érdemes elemeznünk. De előtte, ha már említetted azt, hogy, hogy milyen helyzetek alakulnak ki, ugye többen felfigyeltek arra, hogy létrejött a, az árvízvédelemre létrehozott operatív törzs, és ami olyan helyzeteket eredményezett, amihez hát nem vagyunk hozzászokva, már mint a politikát figyelő emberenként, mert hogy egy asztalnál ül, ugye Orbán Viktor, Pinter Sándor belügyminiszter és Karácsony Gergely főpolgármester, is hallgatják a, a, vízügyi főigazgatóság főigazgatójának a beszámolóját az adott helyzettől. Többen például ezt kiemelték, hogy ilyen maga, tehát nem nagyon szoktunk el, vagy nem is nagyon emlékszem, hogy lett volna ilyen helyzet, amikor ők hárman egy asztalnál ültek volna. Én nyilván ez valószínűleg azért egyrészt mutatja a helyzet súlyosságát, hogy azért valóban kellett tenni azért, hogy ez a, a védekezés legyen, és sikeres is lesz, hogyha minden igaz. Másrésztről pedig szerintem azt is mutatja, hogy azért az utóbbi hónapokban legalábbis politikai szempontból, és most tényleg a politikai szempontokat előre hozva egyik fél sem volt kezdeményező, és ott most nyilván Orbán Viktorra és Karácsony Gergelyre gondolok. Hogy Karácsony Gergelyről mi volt a, korábban az év, hogy az érv, hogy ő az ellenzéknek ugye az első számú kiemelt vezetője, még akkor is, hogyha Gyurcsány Sónak volt a részese, vagy ha visszaemlékszünk egy kevésbé sikeres kampányüzenetre. Ő egy ilyen kiemelt szereplő volt az ellenzéki oldalon, és miért volt kiemelt szereplő? Azért, mert a legnagyobb legitimátással, legnagyobb közvetlen felhatalmazással rendelkező megválasztott politikus volt, már 2019-től kezdve főpolgármesterként. De ugye az, hogy valaki főpolgármester, az ugye együtt jár azzal, hogy helyi szinten kormányzati pozícióban van, tehát hogy az ő ellenzéke ez a Fidesz volt az előző ciklusban, ezt biztosan tudjuk. Az, hogy a következőben is az ellenzéke lesz, az, az meg egy kérdés, vagy itt a következő témára is már kicsit előre gondolva. De az, az egészen biztos, hogy ez, ez a felelősség is jár, és szóval a felelősség az ilyen helyzetekben mutatkozik meg valójában, hogy a, a politikai vezetők egyébként tudnak normálisan együttműködni, nem gondolom, hogy nagy transzpartit tartottak volna egy ilyen operatív törzsülésem, de az biztos, és azért az az ország nyilvánosságot valamint megmutatja, hogy egyébként ezek az emberek nem halálos ellenségek. Tehát akkor ez politikai szempontból nézve, tényleg ezt a részét tekintve, mm -hmm. hoz vagy víz, mondjuk, hogy látod? Akár Orbán Viktornak, akár Karácsony Gergelynek. Szerintem, szerintem ez neutrális, tehát, hogy uh, inkább, hogyha ha, ha, azt mondjuk, hogy, 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 neutrális, akkor az inkább az hoz kategóriába tartozik, hiszen nem vissza el semmit sem. Nem gondolnám, hogy bármelyik, bármilyen bár szavazó azt mondaná, hogy akkor mostantól én nem fogom Karácsony Gergelyt támogatni, mert, mert hajlandó volt a -e képen szerepelni Orbán Viktorral, és ezt fordítva se gondolnám így. Ilyen helyzetben is szerintem ezt minden szereplő azért elég hangsúlyossá tette az árvízi védekezésben, hogy egy, egy nehéz helyzet van, amikor félre kell tenni azokat a típusú vitákat, amik más esetben megszokottak, sőt el is vártak részben a választópolgárok részéről. Most az összefogásról van szükség, és szerintem ez egy jó szimbóluma ennek talán. Akkor majd az összefogásról fogunk beszélgetni, vagy nem beszélgetni, és azért meg, picit még térjünk már vissza a politikai kommunikáció részére, mert hogy Magyar Péter esetében viszont sokan kiemelték azt, hogy ő picit, mintha hamarabb lépett volna időben, gondolok erre. Tehát ő ugye amikor járt a kórházakat, hőmérsékletet mért, a klímaügyekkel foglalkozott, utána szinte másnap egyik napról másikra más kim volt, kim a gátaknál, lapátot rakadott és pakolta a homokzsákokat, és sokan felvetették, hogy olyan Orbánék, mintha egy picit elkéstek volna, vagy később kezdték volna, és ha már a kezdeményezésről beszélgetünk, akkor mint egy picit elvitte volna a kezdeményezést. Magyar Péter, ezt kiemelték a, a ez szakértők. hogy látod, hogy ez tényleg így volt, vagy van ennek most így akkor az összefogás fényében, most nem Magyar Péter, de a politikusok esetében jelentősége, vagy számít ez? Ja, az egy nagy elemzői hogy a pillanat az egy nagyon fontos ö, ö, dolog a politikusok es esetében. Az már talán egy kicsit nehezebb megítélni, hogy majd retrospektívan, amikor már elmegy az árhullám, és már tényleg túl leszünk a, nem csak a nehezén, hanem az egész árvíz akkor majd hogyan fogják megítélni az emberek ö, ezt az egész árvízi védekezést, abban a magyar Péter szerepét, és Orbán Viktor, vagy pedig a kormányzat szerepét. De az biztos, hogy most, amikor még a közepén vagyunk ennek az egész ö, jelenségnek, akkor. Ö, akkor azért az egy szembeötlő dolog, hogy hogy nem a kormány kezdeményezett. Rengeteg olyan információt tudunk, hogy valóban egyébként a hivatalos szervek bármelyik egységét tekintve, tehát a vízügyet, a katasztrófavédelmi rendőrséget, a honvédséget, sőt adott esetben a büntetés végrehajtásban dolgozókat is, vagy hát ott raboskodókat is tekintve, kivették a munkából a részüket, ám Valóban az valószínűleg elvitathatatlan, hogy önkéntesek nélkül ez nem történt volna meg. Na és ugye ez a, ez a, szerintem ez a kulcs ennek az egész dolognak, hogy Magyar Péter ugye nem támadta magukat, a hivatalos szerveket, hanem nyilván a politikai vezetőket, egy politikai ö, ö, szinten próbálta megértelmezni egy új keretrendszert adva ennek, és ő az önkéntesekre tette a hangsúlyt, hogyha ő nem ment volna ki, és az ő általa kivett, kivitt legalább 1500 ember, ahogy ő fogalmazott, és meg ki tudja, hányan mentek ki csak Magyar Péter miatt. Ez a saját keretrendszere természetesen akkor, akkor nem lett volna a árvízi védekezés ennyire hatékony, vagy ennyire sikeres reméljük, mint amilyennek kinéz ez a mostani helyzet. Úgyhogy szerintem abszolút egy, ez egy fontos, fontos szempont volt, hogy ő, ő képes volt, és ez megmutatja szerintem a Ormán Viktor, vagy hát a kormányzati oldal, illetve a régi ellenzéki pártokkal szembeni viszonyát, hogy nincsen rá kényszerítve arra, hogy, hogy ilyen időbeli gátjai legyenek. Nincsen arra kényszerítve, hogy neki meg kell szervezni egy sajtótájékoztatót. Én jön például, jön foglalkozott például. ezzel ilyen értelemben. Nem, kell, amirra, nem kell, nem, kell. Nem kellett abszolút. foglalkozni. Neki, neki elég, elég egy, egy, egy telefon, amin el lehet indítani egy Facebook live-ot, és onnantól kezdve ő el tudja mondani, amit el szeretne mondani. Nyilván ez kell egy, egy politikusi felkészültség is, kell az, kellett az is valószínűleg, és itt ez az egész Magyar Péter jelenségre is talán egy magyarázat, ami most, most látszik talán ilyen jól, hogy nincs ez az, az óriási nagy kiégettség benne, mint ami az ellenzéki politikusokra jellemző. Ellenzékben lenne egy borzasztó helyzet, ráadásul ennyi éven keresztül, tényleg egy jelenség. Magyar Péter nem volt ellenzékben, ugye ezt a saját család ádihetterét és politikai múltját, vagy részben politikai múltját ismerve jól tudjuk, és ilyenkor az látszik, hogy képes egyszerűen innovatívnak lenni, és képes arra, hogy hogy ne legyen keretek közé szorítva, saját keretrendszerében, saját időzítésében tudjon mindennek gyakorlatilag egy, egy újfajta értelmezést adni. Ezt teszem most az árvíz helyzet legelején is. Törög Gábor ö, is elemezte a helyzetet, és a posztjában úgy fogalmazott, hogy nem lehet nem észrevenni, hogy Magyar Péter mennyire ügyes, amit a közelgő árvíz kapcsán csinál, szinte tankönyvszerűen professzionális, pont olyan, amilyen a Fidesz politikája, kommunikációja volt. Évtizedeken keresztül, nincs persze ebben semmi rendkívüli, különösen nem eredeti, de minden benne van. Stratégia, taktika, munka, aminélkül a politika nem lehet hatékony és sikeres. És ő is hozzátette, hogy úgy látja, hogy közben, mintha a Fidesz politikai és kommunikációs teljesítménye picit gyengébb lenne de hogy egy új politikai helyzet van, és hogy ez megváltozott. Ezzel egyet értesz, hogy, hogy nagyon ügyes volt és tankönyvszerű, amit egy, ő ezzel kapcsolatban csinált? Abszolút, abszolút, abszolút egyetértek én is. Nem követett el gyakorlatilag se stratégiai, se taktikai, tehát sokkal rövidebb klasszikusan vitte a... Klasszikusan a, a, vitte végit, és, és, ugye szerintem ez a fontos, hogy, hogy politikai kommunikációról beszélünk természetesen, de hogy ez politikai cselekvéssel társult. Nem arról volt szó, hogy ténylegesen, és ez, és ez nem a média ellen szól félreértésnálség, tehát nem arról szólt, hogy a médiának és az újságíróknak politizálnak a politikusok, sajtótájékoztatók vagy interjú formájában, hanem ténylegesen ő a politikai kommunikációt cselekvésként fogja fel, és szerintem ez a kórházas hőmérőzés akciózásnál, a mávos vonatozás. vonatozásnál, illetve most az árvízi védekezésnél is nagyjából jól kijött, hogy nincsen olyan, hogy ő, ő beszél, ő, ő olyan van, hogy ő csinál valamit és beszél. Tehát, hogy hát ez, ez egy fontos és beszél, és így nem van. Csak. Uh -huh. Akkor hagyd mondjak egy mondatot, amit viszont más mondott, uh -huh. és sokan felkapták rá a fejüket. Pintér Sándor mondta egyébként, ugye a belügyminiszterről van szó, aki amúgy sem gyakori megszólaló, most az helyzet miatt ugye tartott ő is sajtótájékoztatót, és azt mondta, hogy mindenki azt a munkát végezzel, amivel a legnagyobb hasznot tudja nyújtani a társadalomnak. Én úgy érzem, hogy ő jelen pillanatban, már mint Magyar Péter, ezt a pillanatban ezt végzi. Arra a kérdésre válaszolt egyébként, hogy éppen, hogy Magyar Péter ugye pakolja a a, a a gátakon, és dolgozik. Ezt hova tegyük, ezt a mondatot? Nyilván egy, egy homokzsákokat pakoló embert nem lehet szerintem, vagy hát lehet, csak az valószínűleg politikai halált is jelentene támadni, azért, hogy miért pakolja a homogzákokat. Na, de itt a legnagyobb ellenzéki pártvezetőjéről. Legnagyobb haszló. ellenzéki pártvezetőjéről, de szerintem ez az, az összefogásunkról. amiről, amiről beszéltem. Az beszéltem, hogy, hogy nem, lehet, nem lehet azt csinálni, tehát mondom, az nagyon kivételesen hát elnézés, de hülyének kell lenni, hogy tényleg valaki lakcipőben és érevasaltingben tegyen úgy, mintha ott komoly munkát végezne. Magyar Péter ezt a hibát sem követte el, és hogyha hozzáteszjük, hogy egy kicsit tágabban értelmezzük Pintes Sándor szavait, akkor azért azt is szerintem jól láthatjuk, hogy az a felhajtó erő, amiről már beszéltünk, az a húzás, amit Magyar Péter egyébként képviselt, akár azzal a néhány száz emberrel, vagy néhány ezer emberrel nem tudjuk a pontos számokat, Magyar Péter számait tudjuk, de hogyha csak néhány száz embertől ő ki tudott vinni a saját közösségéből, egyébként pakolni a zsákokat már szombaton, vagy vasárnap, az, az biztosan egy segítség volt, mert annyival kevesebb munkája maradt a hivatalos szerveknek, annyival kevesebb dolga volt egyébként a helyben élőknek, akik adott esetben a saját ingatlanjaikat is védik. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból nyilván Pinter Sándor elismerte, hogy ez egy fontos tevékenység más esetben nem volt ilyen e helyzet, hogy valaki ennyi embert ilyen könnyen és ilyen nagy motiváló erővel ki tudott volna vinni akár a gátakra. 2013-ban se hallottunk ilyenről, és hát azóta még nem volt olyan típusú helyzet, ahol, ahol, fizikailag meg kellett mozgatni sok embert. Éppként, ha már a húzásról van szó, meg ha már a kezdeményezésről, volt még egy aspektusa ennek a helyzetnek, és ez szintén a politikai helyzet. Itt az EP vitára hmm. gondolok, meg Strasbourgra gondolok, mert itt is kiemelték sokan, hogy olyan helyzetbe hozta Magyar Péter Orbán Viktor, amire korábban nem nagyon volt példa, ugye felszólította, hogy minden, minden külföldi vagy nemzetközi programját mondja le, mert hogy itt most, a, itt, tehát az a feladata, hogy itt legyen és irányítsa a védekezést. És ugye itt két dolog történhetett, ha, ha, ha lemondta, mármint a végén ugye lemondta a programját, akkor úgy tűnhetett, mintha majd a Péter nyomására mondta volna le, ha nem mondja le, akkor meg pont az ellenkező hatást érhette volna el. Tehát igazából kíváncsian várt mindenki, hogy hogy reagál, és ugye végül lemondta Orbán Viktor a programját, egy-két Facebook videójában ki is emelte, hogy neki most itt a helye, és tényleg addig nem is hagyja Magyarországot, amíg nem rendeződik a helyzet. Szóval ezt hogy látod, hogy itt mennyire, vagy ez mennyire Magyar Péternek köszönhető ez a helyzet, és hogy kell ezt értelmezni? Nyilván az, hogy egy ilyen RV helyzet kialakult, és az RV helyzetben tényleg a politikai vezetőktől elvárja a magyar társadalom, hogy, hogy, ott legyenek és részesei legyenek, az, az nem Magyar Péternek köszönhető értelemszerűen. Ez egy, ez egy klasszikus csapdahelyzet, ami emberen nincsen gyakorlatilag jó válasz. Ez a kisebbik rossz volt, amit Orbán Viktor választott természetesen, hiszen abból azért valószínűleg nagy felháborodás lett volna, akár a saját táborán belül is, hogyha most elutazik. Salzburgba. A kérdés inkább az, hogy ez, hogy nem neki jutott eszébe talán. Hát én, én, erre azt látom, ami, amiről szerintem Török Gábor is talán, talán érzékletesen szemléltette azt, hogy míg tényleg Orbán Viktor Ráno Schwarzeneggerrel kocsikázott Budapesten, vagy, vagy, vagy konditerembe járt, addig Magyar Péter már kint volt a gáton. Szerintem az a, az a nehéz, nehézség ennek, hogy Orbán Viktor biztos vagyok benne, hogy nem igaz a elemzői közhely, hogy Orbán Viktor elengedte Magyarországot, és a belpolitikával ő nem foglalkozik, nagyon is foglalkozik a belpolitikával, de az viszont egészen biztos, hogy a környezete és a környezete alatt értem, mint szerintem részben a saját stábját, részben pedig az egész Fideszes értelmiségi holdudvart, hogyha lehet így gondolkodni. Szerintem ő beleesett abba a helyzetben, hogy, hogy már rutinból kezdtek el csinálni dolgokat, és a rutinnak az az egyik hátránya, hogy a középszer az nagyon, nagyon könnyedén előre És hogyha középszerű ö, ö, mondások vannak, és nem is megoldások, csak mondások vannak a felmerülő problémákra, akkor egyszerűen, hogyha jön egy jobb szereplő, egy innovatívabb, egy újabb, egy, egy valami újat behozó szereplő, aki mögött teszem hozzá 30 kötőjel 40 százaléknyi támogatottság is van, tehát hogy nem egy 3 os pártvezetője szólítja fel a miniszterelnököt, akkor előáll az a helyzet, hogy egyszerűen nincsen más lehetőség, mint hát az ő keretrendszerében csinálni valamit. Na de ilyet hát azért nem nagyon láttunk az elmúlt időszakban. Tehát ez mindenképpen egy új Abszolút új, de hát ez, ez, most már azért, uh, itt vagyunk szeptember második felében, azért ez, ez, nem most kezdődött, ez valószínűleg a, a kegyelmi ügyel kezdődött, és azóta látjuk azt, hogy a Fidesz azért nem érzi annyira jól magát ebben a mostani helyzetben, azóta látjuk azt, hogy nincs meg ez a kezdeményező képesség, ami korábban megvolt, azóta látjuk azt, hogy a napi nem uralja a Fidesz. Tehát nem tudta visszavenni. Nem, azóta tudta, vissza, sem. nem tudta visszavenni, és, és most ez az, az árvíz helyzet is egy lehetőség lett volna szerintem a kormány oldal részére, hogy visszavegye a kezdeményező képességet, de Magyar Péter időben megelőzte őket, és keretrendszerében is megelőzte őket, és mondom, az meg, már csak egy ilyen megmosolyogtató szempont, hogy egyébként kiállnak olyan politikusok nyilatkozni az árvízről, miniszterek, akik egy, és nem akarom itt újra a lakcípőt elhozni, de hát teszik ez, vagy egy rosszul ráadott katonai egyenruhába teszik ezt, és nem tudja honvédelmi miniszterként elmondani, hogy a kételtű jármű az egyébként micsoda. Hát ez ez, 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 a komolytalan kategória ismételten, és úgy, hogy mellette egyébként a Pinter Sándor nyilatkozatai, vagy egyébként Nagy István Partizánnak adott interjúja, egyébként szakpolitikus Mennyi voltak, tehát hogy ott lenne ez a képesség szerintem a kormány oldalban is. Csak egyszerűen valahogy ez a politikai ütemérzék, ez most mintha elveszett volna, megtört volna, és ezért fog hajni a harc a következő hónapokban, hogy megpróbáljuk valahogy visszaszerezni. Uh -huh. Beszéljünk már egy pillanatot még Gyulcsány Ferencről és a dk is, mert hogy ő is kint uh -huh. van a gáton, ő is pakol, sőt, neki is voltak kezdeményezései, mármint a dk is voltak különböző kezdeményezései, politikai kezdeményezései is, például adománygyűjtést indított, SOS segélyvonalat indított, és a DK képviselő is ugyanúgy ott voltak, és pakolták a, a Azt írta ki az egyik posztjában Júcsány Ferenc, hogy ha kormányon, ha ellenszékben, ha a Duna, ha a Tisza árad, én a gáton. Hát itt ugye vannak áthallások a Magyar Péter eszembe. Szóval az ő tevékenységét ebben a kontextusban hogy látod? Azt gondolom, hogy nyilván, amit a legelején mondtam, hogy elvárás ez a közpénzből élő emberekkel szemben, hogy politikussal, a politikai vezetőkkel szemben, hogy akkor ők ott legyenek, és motiválják az embereket. Szerintem ez, abszolút igaz Gyurcsány Ferencre is, és nyilván az, az lett volna valószínűleg inkább hírértékű talán, hogy Gyurcsány Ferenc nem ment ki a gátra pakolni a, a homokzsákokat. Szerintem ez, ez, nyilván jó, hogy megtette. Nyilván, hogy ezzel akár csak néhány tucat vagy esetleg pár száz embert ki tudott vinni ő is a DK közösségéből, az nyilván segítette ezt a, ezt a védekezést. Az egy, az egy nagy különbség, és szerintem ezt, ezt kell talán megérteni, és itt mind a Gyurcsány Ferencre, mind akár a másik, vagy többi kisebb ellenzéki pártra is van szó. Szóval szerintem, hogyha megnézzük a képeket, hogy kik voltak kint, miért voltak kint, azon kívül, hogy nyilván ez egy jó közösségépítő program, akik kint voltak, azok az emberekről nagy részéről pontosan tudjuk, hogy éppként ők valóban politikusok, valóban egyébként közpénzből élő ö, emberek, fizetett emberek, adott esetben, hogyha nem is politikusok, de politikusok stábjába dolgozó emberek ez a különbség, hogy még a valódi önkéntes az ugye azért megy ki, mert segíteni szeretne, az, aki meg közpénzből él, az nem azért megy ki feltétlenül, mert csak segíteni szeretne. Nyilván persze morálisan szeretne segíteni, de hát egy elvárás vele szemben, vagy a közössége részéről, vagy pedig a társam részéről. Szerintem ez egy nagy nehézség itt, hogy ezt hogyan lehet feloldani. Gyógycsány Ferenc nem tudta több ezer embert kivinni, és ez, ez, ez nyilván a dk egy, 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 szomorúság, hogy nem ők a legnagyobb ellenzéki párt, és ilyen helyzetben sem ők a legnagyobb húzóerővel rendelkező szereplők, de nyilván Muszáj, muszáj volt kint lenni, és szerintem ez, ez üdvös dolog is, hogy kint volt ő is. Saját politikai kezdeményezéséről meg hát annyit, hogy... A... <kül> most már csak egy 3 8 os pártvezetőjeként sokkal kisebb ereje és sokkal kisebb szava van akár az ellenzéki oldalon, akár az egész magyar politikai térben. Látható is, hogy a, a kormány oldal elkezdte egyébként az, az influencerek szintje legalábbis összehasonlítani egy Gyurcsány Ferencet Magyar Péterrel, is. most Gyurcsány Ferencet nagyon szimpatikusnak találják, ö, mert ő csak dolgozik és nem beszél. Ö, hát, hogy mondjam, ez is elég megmosolyogtató. Egyébként, ha már a politikai térről veszünk és ez majd átvezet minket a, a főváros ügyéhez is, amire cél hogy volt még egy kezdeményezése, amit kiírta Gyurcsány Ferenc, mert hogy szerinte azt javasolta, hogy ideiglenesen nyissák meg a Lánchidat, pontosan emiatt, a közlekedési helyzet miatt, és erre a kezdeményezésre oda kommentelt Vitézi Dávid, akiről ma mindjárt beszélünk a következő téma kapcsán, és azt írt, hogy tisztelt elnök úr, úraposztja teljes félreértéssel mostani helyzetnek, ugye azt javasolta, hogy ha ez történne, akkor nagyobb lenne a dugó, tehát, hogy teljesen félreérti ezt az egész helyzet, tehát Gyurcsány Ferenc, és nem kevesebb kell, tehát hanem több, ahogy az árvíz apropóján, amúgy sártanak kicsit kevesebb lájgyűjtő like ötlettel és folyamatos performatív önfényezés. Ezt is hozzátette még Vitézi Dávid. Szóval azért van ennek egy ilyen politikai ö, oldala, vagy politikai ö, értelmezése is, és itt Vitézi Dávid, na ő nem pakolt, én is nem láttam ö, homokzsákot pakolni, viszont kommentelgetett és jelen volt ebben az egész helyzetben. Ezt hogy látod? nyilván el kell választani, hogy van egy szakpolitikai része, ami egy közlekedés politikai. Ez most szakpolitika vagy politika? Ez, ez, ugye próbálta szerintem a, DK stáb, vagy maga Gyurcsány Ferenc alatt esetben egy, nyilván egy ilyen szakpolitikai javaslattal élni, hogy ők hogyan tudnának hatékonyan és újszerűen segíteni itt az árvíz helyzetben. Most ennek a relevanciája mennyi, azt én meghagyom a szakpolitikusoknak. És a vitézi őknek... reakció? Vitézi reakció pedig egy, egy, klasszikus vitézi reakció volt. Nyilván neki, ő most már politikusi köntösbe, és uh, politikusként tudja azt mondani, hogy egyébként ez uh, szakpolitikai szempontból hülyeség, és nyilván szakpolitikailag pedig ez el van, ez elhiszik neki, hiszen ha egy valami nem elvitatható, szerintem semmelyik oldal részéről, uh, csak néhány ilyen elvetemült uh, politikus van, aki ezt elvitatja, de hogy egy szakpolitikailag egy felkészült emberről van szó, ez egészen biztos. Azért a közlekedés politikáért tett uh, elmúlt évtizedes, vagy akár több év, másfél évtizedes munkája, ez biztos, hogy egy meg Becsülendő dolog tud lenni, még akkor is, hogyha egyébként ez politikai sikere nem feltétlenül tudta váltani. Lásd, nem lett ugye közlekedési miniszter, se főpolgármester itt szerintem ez megint az a helyzet, hogy hát vannak ez a, a B-liga, vagy nem tudom, MB2, vagy megye 2, vagy nem tudom, tehát hogy a, nem, a, nem a politika élvonalában tartozó ötletek vannak, nem a politika élvonalában tartozó szereplők vannak, és ők a saját szintjükön meg tudják vívni ezeket a csatákat. Régen ezeket a csatákat a Momentum és az LMP vívta, hát most már ők valószínűleg egy még másabb ligába lennének, most a Gyurcsány Ferenc vív a Vitézi Dáviddal. Ez egy ilyen sokadlagos szempont ebből a szempontból, és nyilván az viszont a Vitézi kommentjéből azért ki szintén, meg hát ezt jól tudjuk is, hogy hát de a főváros vezetésének a DK most is része. Tehát, hogy ezt akkor miért nem ott kezdeményezik a főpolgármesternél, vagy a fővárosi közgyűlésben. A, a, új közgyűlés már csak októberben fog felállni, úgyhogy addig a DK-nak sokkal nagyobb befolyása van a fővárosban, még akkor is, hogyha ez nyilván politikailag hát már inkább megtört a választók szintjén, és nyilván hát a legitimáció is viszel a kisebb lenne, de a szavazók, vagy a, a szavazatok egy közülési döntés esetében például még ott lennének, hogyha kellene. Hát jó is, hogy átvezetted így félig meddig a, a kö... Közgyűlés, meg a budapesti helyzetet, mert hogy valóban, ugye most péntek délelőtt veszük fel ezt a beszélgetést, úgyhogy elképzelhető, hogy hétvégén még lesznek különböző reakciók arra, amit a 444 írt, hogy nagyjából három hete Magyar Péter lakásán összegyűlt Kovács Gergő, a kutyapártárs elnöke, és Vitézi Dávid, hogy egyeztessenek Magyar Péterrel, és itt, ahogy az előbb is mondtam, az a, azzal a célnal, hogy egy Fidesz és DK-mentes budapesti koalíció jöjjön létre, és azt írják, itt a cikkben, hogy magyar ajánlattal lényegileg arról szólt, hogy a közgyűlésben a TISZAM, az LMP és Vitézi, ugye együtt, illetve a kutyapát lépjenek koalícióra egymással, így meg tudják szerezni a többséget, és állítsák kész helyzet elé. Ezzel Karácsony Gergelyt, aki a, azt írják itt, hogy a jelenlegi állás szerint hátország és komolyabb közgyűlési támogatás nélkül megy neki a második ciklusnak, és aztán utána majd Karácsony Gergely is beállna tulajdonképpen ebbe a helyzetbe. E, és ugye itt voltak reakciók ezzel kapcsolatban a Kovács Gergely megerősítette, hogy valóban volt egy ilyen találkozó vitézé, Dávid viszont azt mondta, hogy szó nem volt arról, hogy, mert ugye az is felvetődött, hogy ő esetleg egy fővagámester helyettesi pozíciót kapna, és nyilván közlekedéssel kapcsolatban ö, lenne az ő szerepe, vagy közlekedésben lenne az ő szerepe. Ő viszont azt mondta, hogy egyáltalán nem volt erről szó, ideig nem jutott el az ügy. Na de magát a kezdeményezés, meg ezt az egész helyzetet, hogy látod? Szerintem a, a nulladik pont az az, hogy itt jól látszik az megint, hogy akkor ki a kezdeményező. Uh, hol, Magyar Péter. Magyar Péter, hol történik a találkozó? Magyar Péter lakásán, tehát hogy mindenki másnak kell oda mennie hozzá. És ez ugye már. Ha ennek van jelentősége? Ennek van jelentősége, uh -huh. mert uh, Karácsony Gergely is pontosan ugyanez történt. Nem Magyar Péter ment Karácsony Gergelyhez, hiába jöjjön a főpolgármester, hanem a Karácsony Gergely ment a Magyar Péterhez. Ez, ez mindig egy ilyen, egy ilyen, uh, hát hatalompolitika, hogyha úgy tetszik, és ez nem kell politikusnak lenni, ez szerintem ilyen magánéletben is azért uh, uh, tud egy ilyen uh, megjelenés lenni. Szerintem a kezdeményezés, hogyha ez valóban megtörtént ez a találkozó, és, és annyit már tudunk, hogy volt, tényleg volt egy ilyen találkozó, akkor az, az azt mutatja, hogy egyébként Magyar Péternek van elképzelése, legalábbis, hogyha nem is szakpolitikai szintű elképzelései, azt hogy talán ő is állította, egy cikkbe se történt meg, hogy komolyabb szakpolitikai és mély szakpolitikai szintű elképzelése ennek a főváros következő öt évéről, de az biztos, hogy politikai szinten van egy, van egy elképzelése. Szerintem szeretnék működőképesíteni a fővárost. Az, az semmelyik szereplő nem érdeke, hogy az első megválasztott tisztségébe, ahova bekerült a, 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 Tisza, vagy Vitézi Dávid, vagy a kutyák, ebből a szempontból ez a három szereplőnek azért van közös érdeke, ez rögtön megbukjon. Mert a, a Fidesz, a DK, az MSP, meg a Karácsony Gergely már volt a fővárosi közülésben korábban is, nem buktak meg, egy se együtt, se külön, se sehogyan. Hogyha ezek az új szereplők bejönnek, és, és hirtelen megbukik az egész fővárosi közülés, és öt, öt esetben új választást kell kiírni, hát azért ott szerintem nyilván az egy érdekes helyzetet jelent mindenki számára. Na de van egy másik, bocs, hogy csak van egy másik aspektusának az egésznek, mert ez itt ugye az is szerepel a cikkben, hogy magyar forgatókönyv, magyar forgatókönyve szerint vitézi egy vagy egy speciális bizottság elnökeként, vagy főpolgármester helyettesként hatáskörébe venni a BKV-t, a BKK-t és a Budapesti Közművek ZRT-t, a főváros legfontosabb és legnagyobb költségvetésével dolgozó cégeit, ami több szempontból érdekes. Egyrészt maga a felvetés, hogy ő mint főpolgármester helyettes, mm. amit ugye Egyelőre cáfolt, tehát azt mondta, hogy itt még nem tartunk, na de ha már a kezdeményezésre járunk. Ugye, hogy itt tulajdonképpen Magyar Péter a Fidesz ellen, de egy Fidesz által korábban támogatott ö, politikust vagy szakpolitikust vonna ebbe a helyzetben. Nincs ebben ellentmondás? Azzal feloldható az elmondás, hogy a Tiszának vagy Magyar Péternek nem volt főpolgármester jelöltje, és ugye Vitízi elsősorban főpolgármester jelölt volt. Az más kérdés, hogy ő most listáról bejutott, annak ellenére, hogy nem ő nyerte a választást. És ő maga is elmondta, hogy Vitéz Dáviddal ő szimpatizált még a kampányban is. ugye emlékszünk, június 9-et azért voltak ilyen mondatai. De szerintem azért az, az fontos kiemelni, hogy Nyilván, hogyha Vitézi Dávid szempontjait mérlegeljük, akkor az mindenféleképpen egy nagy visszalépés lenne, hogyha ő korábbi nagy politikai jelöltként ő megkapja a régi területét, amit 2014-ben ugye Tarlós István elvett tőle. Tehát, hogy nyilván lehet a városnak jót tenni, hogyha Vitézi Dávid vezetné a BKK-t, vagy a BKV-t, vagy a kettőt együtt, de az egészen biztos, hogy ez politikai szempontból azért inkább egy ilyen, hát hogy mondjam, ilyen, ö, sokadik pálya lenne, amonnan szerintem nehéz visszépülni. Főleg... Már hogy érted, hogy sokadik pálya már, mint kinek? A Vitézi Dávidnak. Hát Vitézi Dávid volt az első számú politikai jelöltje, egy Karácsony Gergelyel szembeni hát Hát a, a Fidesz is támogatta. A Fidesz is támogatta. Nyilvánvalóan, hogyha ennek ellenére Vitézi Dávid megkapja a, fővárosi közülés és Karácsony Gergely által felügyelt egyik cégnek a vezetését, gyakorlatilag egy fő politikai jelöltből és egy, egy jelentős kiemelt jelöltből lesz egy, 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 cégvezető, bármilyen nagy is az a cég, azért az, az egy, ez egy komoly visszalépés politikailag. Magyar Péter pontjából pedig nyilván ez a kezdeményező képesség ugye, eh, amit már említettem szintén, hogy szeretném működő képessé tenni a várost, szeretnének valamilyen ellensúlyt képezni, valószínűleg a DK és a, a, a Fidesz világával. világában. Pont világába. Bocs, hogy vágtam megint, de nyilván találhatott volna más szakpolitikust is. Ugye pont Dávid, Vitézi Dávid, aki hát nagyon sokat beszélgetünk. Mm. nyilván rengeteg elemzés volt arról, hogy a Fidesz támogatta, hogy az egész egy mesterter volt tulajdonképpen, és a Fidesz eleve őt akarta támogatni. Tehát azért rajta van ez a, hogy mondjam, bélyeg idézőjelbe, hogy ő a Fidesznek a támogatottja mm. embere. A bélyeg, bélyeg rajta van szerintem ezzel sokat kell valószínűleg dolgozni, és le, fog, le tudja mosni magáról, és hát közvetlen következményét az lmp n belül már láttuk ugye augusztusban, ami, ami ott történt. Vitézi Dáviddal szemben viszont szerintem van, a, van egy olyan lehetőség, hogy Vitézi Dávid egyébként, és én legalábbis ezt látom, hogy, hogy, folyamatosan harcban van. Tehát, hogyha egy szereplő volt folyamatosan harcban az egész nyáron, meg itt a politikai szezon kezdetén, akkor az Vitézi Dávid volt, aki egyszerre harcolt Gyurcsány Ferenccel, Karácsony Gergelyel. Orbán Viktorral valamilyen szempontból, de Lázár Jánossal egészen biztosan, tehát mm. hogy folyamatosan sokfrontos háborút vív, azért az azt jelenti, hogy egyrésztről a szereplő az, az valamire egyedül van hagyva, tehát hogy nincs egy nagy politikai közösség, aki őt felkarolja. Másrésztről pedig azt is jelenti, hogy ha valakinek ennyi ilyen sokféle és sokirányú irányú konfliktusa van, akkor valószínűleg nincs olyan típusú elköteleződés egyik, irány, egyik vagy másik irányba sem. Persze lehet az nyilvánvalóan is, azért ez, ez, erről nem szabad megfelelkeznünk természetesen, hogy Fidesz is azért egy, egy, egy sok szereplős és sok különböző érdeket felvonultató nagy szerveződés. Lehet az, hogy vitézi a Fidesz egyik részével jó viszonyt ápol, a másik részével meg nem ápol jó viszonyt. Erre az utóbbi 15 évből azért már láttunk példát, ez egészen biztos. De mellette azért azt hiszem fontos kiemelni, hogy, hogy túl sok lehetősége neki, neki nincsen. Tehát a nem fog, nem fog Szent Alexandra helyére lépni, az egészen biztos nem ő lesz a Fidesz, budapesti Fidesz megújítója, mint amilyen elvárást ugye Orbán Viktor Szentkeri Alexandrával szemben megfogalmazott, hogy újítsa meg a Fidesz és növelje a fővárosi támogatottságát. Fidesznek ez az új arcokkal szerintem erre egyébként valamilyen fajta lehetősége talán még lesz is, akik bekerültek a közülésbe. Szóval a Vitézi nem tud fideszesebb lenni a fideszeseknél marad akkor az a középső pozíció, hogy mindenkivel valamennyire kicsit rosszba van, és akkor meg kell, próbálja megkeresni azokat a szövetségeseket, akikkel van ilyen típusú közösség. Hát, hogy a kutyapártra és a tiszára gondolunk, akkor biztos, hogy a Fidesz és a DK ellenesség az mind a két szereplőre azért alapvetően inkább jellemző volt az utóbbi időszakban. Is. Igen, ez egy nagyon érdekes helyzet lesz, az biztos, csak egy utolsó kérdés a végére, hogy Karácsony Gergely mennyire szorult be akár ebbe a pozícióba, vagy mennyire van kényszerpályán, ha mondjuk kap egy ilyen ajánlatot, tegyük fel, ha, ha összejön, bár ugye nyilván most nem tudjuk, még, hmm. meg, még mondjuk Magyar Péter reakciója sem jött ki, de ha mondjuk egy ilyen ajánlatot kap, ő mennyire van beszorulva ebbe a helyzetbe, egyáltalán van-e mozgástere? Abban a szempontból biztos a mozgástere, hogy ez a három szereplő, akiről beszéltünk, tehát a kutyák, Magyar Péter, illetve Vitézi Dávid, Közösen nincsen többsége a fővárosi közülésben. E, hogyha három szereplő összeállítaná, hát akkor szerep nem kerül ilyen értelemben karácsony. Karácsony-gerge Gergely döntő lesz, vagy pedig bármilyen más olyan szereplő, akit még esetleg be tudnak vonni ebben az együttműködésben, Nem azt mondom, hogy. De két vonhatnak be, hát tulajdonképpen itt a, a DK-féle csapat marad. Hát itt a DK-féle csapat marad, de azért van egy MSZP-s képviselő, vannak párbeszédes képviselők, tehát hogy még a, itt is van uh, mozgástér. De mellettem nyilván uh, szerintem beszorul és abszolút beszorul látszik rajta, Látszik az, és lehet hallani a városházali éreket, hogy óriási leépítés van egyébként, mert tudják, hogy a következő ö, ciklusban már nem lesz annyi. És az nem kifizető hely, hanem tényleg ilyen politikai munkát végző szereplő, tehát hogy nem lesz értem szerint egy főpolgármester helyettes, sokkal kisebb lesz az a típusú politikai stáb, ö, mint ami az előző ciklusban megszokott ö, volt a, a városházán. Úgyhogy én azt látom, hogy szerintem mindegy kicsit egyedül is van, hogy Karácsony Gergely nem igazán tudta visszaszerezni azt, a, azt az imázsát, ami korábban jellemző volt, azért ez valószínűleg már 2021-es miniszterelnök jelölti visszalépésekor kicsit megtört, és most főpolgármesterként szerintem nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, nem lehetetlen természetesen, csak ahhoz szerintem neki is párbeszédet kell folytatnia, és az a párbeszéd, ez, ez ennek részét kell képezni, ez a három szereplő is. A hírekből jól tudjuk, hogy Vitézi Dávid még nem egyeztetett egyszer sem. Szerintem ez alapvetően egy, egy persze valami stratégia része lehet, de alapvetően én ezt inkább egy hibának gondolom, mert, mert az, hogy felmérjék, hogy kinek milyennek a lehetősége, az az ilyen típusú egyeztetések folyamányaként jöhet létre. Úgyhogy szerintem van lehetőség a Karácsony Gergelynek, de sokkal-sokkal nehezebb lesz, és, és óriási kihívás lesz működtetni a városházát, de láthatóan vannak elkötelezett szereplők, akik szintén érdekeltek a városháza működtetésében, és közülés fenntartásában, úgyhogy szerintem ebben talán valamilyen partnerséget is fog tudni kötni, hogyha arról van szó. Hát nagyon izgalmas lesz, ebben biztos vagyok most a következő néhány hét ebből a szempontból is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elemeztük legalábbis most a, jelenlegi helyzetet. Köszönöm, köszönöm. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt most a címlap. Ha tehetik, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra viszontlátásra. Mikor mennek először ki víze? Általában fél négy, fél négy, négy óra között. Hajnali fél négy. Igen, kellünk, akkor elkezdjük hordani a vizet. Naponta hányszor jársz ki? Naponta? Vagy 15 20 biztos kijövök. Ha hiszitek el, hanem de ez így van, hogy egy órán belül felmerekszik a víz. Valamikor itt egész a hátsó kerítésig volt a, a, víz. Milyen messze lehet most a nyílt víz innen? Körülbelül 200 méter. Tól tartok, hogy a következő egy-két évben kiszáradható teljesen. Tíz évvel ezelőtt még, még egyetlen egy kiszáradó víztestse volt Magyarország, most már az egyharmada a folyó víztesteknek az kiszáradniára. A szabadon következő adásában a vízszegénységnek eredünk a nyomába. Én Bihari Ádám vagyok.